Kedves televíziónézők, hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Újra Hangvilla című magazin műsorunkban lehetünk együtt, és bízom benne, hogy sokan együtt vagyunk a mai nap folyamán is. Egészen eddig minden adásban a Gorzium Művészeti Szakgimnázium tanári zenekarának tagjaival beszélgettem, akik megmutatták és el is játszották, hogy milyen is az, amikor megszólaltatják a hangszerüket, tehát zenélgettünk együtt, ezt a körmondatot lezárva. Férfiakról volt szó minden esetben, most viszont egy nagyon kedves, egy bűvályos és egy igen tehetséges énekesnő ül velem szemben, akit azt gondolom nem nagyon kell bemutatni a televízió nézőknek, hiszen a Fehérvár Média Centrum mindent megtesz azért, hogy a te ismertséged folyamatosan nőjön. Meg hát a dal 2020-as sikere, és azt hiszem, hogy ezért nagyon-nagyon sokat tett, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves televízió nézők Orsovai Renátát. Szia, Reni! Szia, köszönöm, hogy itt lehetek. Én ott voltam a próbán, amikor készültetek erre a műsorra. Végignéztem a felvételeket, amikor vettük fel ennek a műsornak a zenei kínálatát, a zenei blokkokat. Egyszerűen azt mondtam a többieknek is, hogy vérzik a szívem, hogy milyen jól énekelsz, és ezt bókként vedd, kérlek szépen, hiszen én azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy a te sikereid ilyen hirtelen vannak, ilyen nagyívűek, ilyen szépívű sikereid vannak, hiszen most akkor hadd fogalmazza meg rettentő egyszerűen, nagyon jól énekelsz. Köszönöm szépen, hát igen, egyébként sokan mondják ezt, én ezt nem fogom szavakkal kiejteni, de szerintem az is nagyon fontos, hogy azért ez nem teljesen hirtelen van, tehát hogy én 15 éves korom óta énekelek, és megpróbáltam már többféle úton eljutni a sikerig, és nyilván voltak céljaim, amiket kitűztem, meg ilyen mérföldkövek, amiket szerettem volna elérni, de hogy ez azért ez egy régebbi történet, amikor elindultam, és szerintem nagyon fontos, hogy a kitartás az meglegyen, meg hogy ne adja fel az ember, mert egyébként szerintem a zenében nagyon sok kudarc van, hogyha valaki ezt az olyan utat szeretné bejárni, ami ez a létrás, fellépegetős. És nekem is volt, és volt is egy olyan időszak, amikor azt mondtam, hogy ezt nem lehet megcsinálni, vagy csak nagyon nagy szerencsével, de aztán végül is, tehát az, hogyha nem adja fel az ember, akkor szerintem egy idő után megjön. A kedves hallgatóknak elárulhatok egy titkot, egy kicsit a szerkesztésbe is belefolyok ebben a műsorban, és most azon gondolkodtam, miközben hallgattam Renit, hogy lehet, hogy csinálunk egy műsort a buktatókról, Hangvilla című magazin műsorunkban, a zenész buktatókról. Na, zenéljünk egy picikét, úgy lenne szép, egy Cserháti Zsuzsa dalt énekelsz a következő bejátszásban. Hangvilla, ne csak hallgasd, nézd is! Good.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Kedves televíziónézők, hölgyeim és uraim, a Gorzion Művészeti Szakgimnázium tanári zenekara, Orsovai Reni pedig egy cserháti dalt énekelt. Adás kezdete előtt szóba hoztuk, hogy Cserháti Zsuzsa egy hatalmas ikon, és szerintem nagyon-nagyon sok énekesnőnek példaképe is lehet, sőt azt is tudjuk, hogy rengeteg énekesnő tanult nála énekelni. Gondolom nem véletlenül választotta Cserháti Zsuzsa dalát. Igen, nagyon-nagyon nagy tehetségnek tartom, és egy ikonnak, amit szerintem a magyar zeneiparban mindenki ismer. Én azokat az énekesnőket, vagy énekeseket szeretem nagyon, akiknek bárhol, bármikor, bárhány hang közül felismerem a hangszínét. És hát Cserhát itt nem lehet összetéveszteni szerintem senkivel. Úgyhogy általában én így vagyok, amikor voltunk most ugye ebben a műsorban, ahol a dalunk versenyzett, volt egy közös szám, amit elküldtek, hogy olyan soronként mindegy más énekelte, és a kedvenc énekeseimet kihallottam elő egyből, hogy azok ők, és szerintem ez tök fontos, hogy valakinek olyan hangszín legyen, karakter legyen. De egyébként nagyjából egyébként szerintem, aki így benne van az élvonalban, az ilyen is. Tehát, hogy, de hát Cserháti az meg egy olyan, akit nem... Tehát, és mindegyik száma jó. Hát igen. Azt hiszem, hogy ez a lényeg a szórakoztatóiparban, hogy jó dalok, jó előadó szórakoztasson bennünket. Meg a fájdalom, tehát hogy a szomorú számaiban olyan szintű fájdalom van, amit így, ha hallgatsz, akkor átérzed, és tényleg ott vagy vele, és mikor belegondolsz a szövegeinek a jelentésébe, akkor így totálisan át tudod érezni, szerintem. Hát sírjunk együtt. Reni, ebben a műsorban érzékenyíteni szeretnénk a televíziónézőket, ahogy a beharangozóban én elmondtam, hogy nem csak a fiatalokat, hanem akár az idősebb korosztályt is a zene kapcsán. Hangszeresek esetében nagyon könnyű dolgom volt, mert itt volt náluk a hangszer, vagy éppenséggel nagyon-nagyon hosszasan tudtunk beszélgetni a hangszerekről, meg tudtuk mutatni. Most az énekről fogunk beszélgetni. Az énekről, ami azért valljuk be, nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ráadásul egy fronténekes esetében, aki kint áll, ha úgy tetszik, ő viszi a balhét, ezt szokták mondani. Na, esetedben ezzel nincsen semmi gond, ugye megdicsértelek már, úgyhogy majd a műsor vége felére tartogatok még egy ilyen bókbombát. Viszont beszélgessünk az énektechnika kérdéséről. Az ma már nagyon-nagyon kevés, és nagyon-nagyon mondjuk úgy, hogy tényleg szerényes, vagy szerény dolog, amikor otthon nekiállok, és egy magnó kazetta mellett énekelek, és nem képzem tovább magam. Én azt hiszem, hogy ma már olyan szinten tart mondjuk az énektechnika és az ének képzése, hogy ma már egy jó iskolai képzés nélkül nem nagyon lehet elképzelni azt, hogy valaki kibontakozhasson. Hát igen, nem, főleg, hogy most már a mai generáció, akik most születnek, vagy nemrég születtek, egy olyan technikai
életbe csöppentek bele, hogy gyakorlatilag előttük van minden. Tehát ugye nekem meséltek a zenész tanáraim, hogy ha ők meg akartak tanulni egy dalt, akkor meg kellett várniuk, míg a rádió hetente egyszer lejátsza, és leírogatni az akkordokat, és nekünk már ez nincsen, mert beírom az internetre, hogy chords, és akkor kiadja, vagy sheet, és akkor kiadja az összes számot, amit meg szeretnék tanulni. És szerintem ezáltal egyébként, meg főleg, hogy ennyi oldalról kapjuk az impulzusokat, sokkal több az, aki már eleve tehetségesen, tehát már 8-10 évesen úgy énekel, hogy hát szerintem még 18 évesen se, és emiatt szerintem rendkívül fontos, hogy képezzük a hangunkat, mert annyira sok a tehetséges ember, hogy nagyon nehéz kitörni, meg tényleg úgy énekelni, hogy ez minden tekintetben megfeleljen, és ez szerintem elengedhetetlen az, hogy tudatában legyünk annak, hogy mit csinálunk a hangunkkal. Én magam egyfajta kutyaütő énekesnek tartom magam melletted, meg aztán végképp nyilván nem mennék bele a saját pályafutásomba, de azért egy dolog nagyon fontos, örülök, hogy ezt megállapítottad. A mi generációnk, azok az úgynevezett idősebb zenészek, akiket említettél, mi tényleg úgy tanultuk, hogy ültünk és írtuk a magnó kazetta mellett, vagy éppenséggel a rádiót hallgatva gyorsan lejegyzeteltük. Ma viszont van egy másik nagy előnye, nem csak a technikai vívmány, hanem ma már olyan emberek tanítanak énekelni, akiknél egy hatalmas tudásbázis van, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy ezelőtt 20-30-50 évvel teljesen másfajta tudásból gazdálkodtak a zenészek is. Mire szeretnék kiukadni? Te magad is a Gózia Művészeti Iskola tanáraként dolgozol, és tanítod a következő generációt énekelni. Hogy kezdődik egy énekóra a Gorziumban? Lá-lá-lá? Legelőször is megkérdezem, hogy szia, hogy vagy? Ja, igen, jó, igen. Meg kell kérdezni, hogy vagy, mert egyébként szerintem az kiül az emberre, hogy amikor énekel, hogy mi van belül. Uh-huh. És hogyha valami gáz van, akkor azt is fel lehet használni amúgy, mondjuk a szomorúbb számok, vagy a inkább depresszív számoknak a megírásában, vagy előadásában, de ez az első, megkérdezem, és akkor egy 5 percet beszélgetünk arról, hogy vannak, és utána persze beéneklés van, és akkor utána elkezdjük nézegetni a dolgokat. De ez fontos, ez a meg tényleg az, hogy azért arra fel kell készíteni egy énekes szerintem, hogy mi fog rávárni így főhősként, mert az nyilván azért egy nehéz dolog, tehát hogy nem lehet annyira elbújni mondjuk a dob mögé, vagy egy basszusgitár mögé, mert ott minden látszik, bármilyen, minden hit. A legtöbbször egy laikus hallgató, az csak az énekes nézi amúgy, kivéve, hogyha mondjuk valami gitárőrül, de általában az énekes nézik. És kivéve a jóképű a gitáros, ugye azt szokták mondani. Igen. Úgyhogy sok mindennel meg kell birkozni annak, aki az énekes pályát választaná. Persze van a háttérénekesi, vagy a vokálos forma is, az is egy másik, akkor ott egy picit háttérbe kerül az ember, de igen, az is fontos. Na most nem kerülsz háttérbe, ebben a beszélgetésben sem, meg a karrieredet tekintve sem, és azt hiszem, hogy a következő bejátszásban majd azt mutatod meg nekünk, és azt látjuk, hogy milyen az, amikor igazán előtérbe kerül az énekes, amikor egy kicsit improvizális, amikor a szóló énekes aztán végképp szólisztikus környezetbe kerül. Úgyhogy most ezt a bejátszást nézzük meg, kedves televíziónézők, és utána beszélgetünk tovább Orsovai Renivel, tartsanak velünk a folytatásban is. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! You'd be so nice to go on to. You'd be so nice by the fire, while the breeze and high sang a lullaby. You'd be stars chill by the winter, under an August moon burning above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home to and love. Ba 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 ba
by the fire, while the breeze and high sing a lullaby. You feel that I could desire under stars cheap by the winter, under an August moon. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Kedves televízió nézők, hölgyeim és uraim, Orsavai Renátát látok énekelni, és azt hiszem, hogy nem tévedek, ha azt mondom, hogy ez egy improvizatív jellegű bejátszás volt, ugye? Hiszen én persze itt voltam a felvételekkor és láttam, de ez egy nagyon komoly koncentrációt igénylő, ez egy nagy feladat, amikor az énekes kiáll a frontba, tudjuk, hogy mindenki őt nézi, ahogy azt megbeszéltük, ha csak nincs egy olyan gitáros, és neki improvizálnia kell. Hát ez is egy nagy kihívás az énekeseknek. Egy nagyon nagy kihívás, és megmondom őszintén, hogy én nem is szerettem annyira. mert tehát nyilván mondjuk mi tanultuk ugye a zenét a főiskolán, és ott már elvárnak egy szintet, hogy te milyen skálára mit énekelsz, és akkor az teljesen tudatos legyen. De ugye ének szempontjából szerintem ez sokkal nehezebb, mint mondjuk egy zongorán, de aztán nem tudom, mert soha nem improvizáltam zongorát. Hát ezzel majd összevitatkoztok az iskolában, nyilván. Igen, lehet, hogy most a Zsolték majd megtámadnak, de hogy nincs oda le, tehát nincs előtted a hang, hogy éppen most melyiket kell játszani, hanem csak fejben. És szerintem ez nehéz, nyilván, most a zongorának vagy a gitárnak más a nehézsége, éneklés szempontjából szerintem az a nehéz, hogy nincs leírva, tehát nincs előtted az, hogy most ezt le kell ütnöm, akkor az jó hang lesz, hanem el kell találni meg. Úgyhogy én sokat szenvedtem ezzel egyébként a főiskolán, ezzel a sok zenét kell hallgatni, meg sok improvizálást kell hallgatni, és akkor talán így be lehet jönni. Meg ilyen patterneket tanultunk még Mics Marci tanárbácsitól, hogy... Mics Marci tanárbácsi? Jó, remélem Marci nézel bennünket. Bocsánat. Igen, hogy miket kell beszőni úgy, hogy aztán majd ezt fel tudod használni, és akkor már zsigerből fog jönni. A szorgalom kérdésére hadd térjek ki egy kicsit. Minden egyes zenész kollégát, tanár kollégád elmondta itt az előző beszélgetések kapcsán a hetek vagy hetekkel korábban, hogy mintha a fiatalabb generáció egy kicsit a szorgalmat hát nem úgy élné meg, vagy nem úgy fogná értelmezni. Mi a helyzet az énekzene oktatásában? Hiszen itt az énekeseknél azt várna az ember, hogy rettenetesen céltudatos, kiáll, tudja, mit akar, és ezért megtesz mindent, mert tudja, hogy ő lesz a főhős. Tévedek? Ismét ezt kérdezem. Nem, az az igazság, hogy igen, így van, teljesen más a szorgalmuk, viszont én próbálok úgy tanítani, hogy nyilván van egy-két kötelező darab vagy elem, amit meg kell tanítanom, de én mindig adok nekik egy szabad kezet azzal kapcsolatban, hogy nyilván amit ők szeretnek, azt fogják a legjobban énekelni. És hiába tömök tele egy teljesen popbeállítottságú diákot jazz standardekkel, ha utálni fogja, mert akkor nehéz már neki leülni, úgyhogy leülni, gyakorolni. És ezért szoktam azt mondani, hogy hozzatok bármilyen dalt, és akkor megnézzük, és ha nem is ismerem, akkor megtanulom én is veled. Uh-huh. És abban, amikor az van, hogy olyat énekelhetnek, amit imádnak, akkor az mindig, tehát azt úgy hozzák, hogy fejből tudják minden hangot, még bele is extráznak valamit. Amikor én kérek tőlük valamit, igen, akkor az egy más szituáció. Hát mert az elvárás, és amit nekik tetszik, tehát az óriási különbség. De tisztelt a kivételnek egyébként van, aki azt is nagyon megtanulja. Szóba hoztad a jazz kifejezést, és összevetetted a poppal. Ebben az öt részben, amit eddig a kedves televíziónézők nagy reménység szerint végignéztek már, az volt a szándékunk, hogy a jazz zenével foglalkozzunk. Én nagyon örülök neki, hogy a jazz és az egyéb zenei stílusokat egy kicsit összehasonlítottad, mert ez lett volna a következő kérdésem, egy nagyon nehéz kérdés. Jazz zenei alapokról beszélgettünk hosszú hetek óta. Hát hogy állnak az énekes növendékek a jazz zenével? Akar-e még valaki az énekesek közül jazzt énekelni, vagy ma nincs mese, tudomásról kell venni, a popzene világát éljük? Szerintem a popzene világát éljük, de egyébként vannak, akik szeretik, meg van egy ilyen kis turpisság, amit beszoktam vetni, hogy olyan jazzt szoktam mutatni nekik, ami ilyen picikét popposabb, vagy popposabb jazzisták adják elő. Tehát ilyen fúzió jellegű dolgokat. Igen, fúzió, vagy ami nagyon dallamos, ami egyből megragad, és ami mondjuk különleges, vagy én nagyon szeretem Jamie Cullumet, és szerintem ő pont egy picikét popposabb jazz hang, mint a megszokott. És akkor azt mondják, hogy ez a szám, ez nem is rossz, pedig ez jazz. És én csak a saját példám, mert én sem vagyok az a hatalmas jazzista egyébként, és én úgy szerettem meg igazán a jazzt, hogy
kik megkerestem a kedvenceimet, és tőlük hallgattam a Na Standardeket, és onnantól kezdve már annyira megszokja a fület, hogy el tudsz indulni mondjuk tényleg az old school jazz irányába, vagy az igazi jazz irányába, és én ezt a kis turpisságot alkalmazom a diákokon, hogy azok olyan, tehát először csak egy picikét jazzesebb vagy komolyabb zenéket, a Steve Wonder, vagy Jamiroquai, vagy ilyesmi, akik popok, de azért ott vannak a jazzben is, és akkor utána lehet ilyen tényleg ilyen poposabb jazzeket, és akkor így piciket így át lehet verni őket. Kell ahhoz jazz éneklést tanulni, hogy valaki igazán jó énekes legyen majd? Hát szerintem én még fiatal vagyok ahhoz, hogy ezt megmondjam, de én úgy gondolom, hogy igen. Uh-huh. Tehát szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki úgy énekelje, hogy ezeket az alapvető dolgokat megtanulja, vagy meghallgatja, vagy legalább hallgatja. De szerintem én erre nem vagyok méltó, hogy ezt megmondjam, de szerintem kell. Kedves televíziónézők, ami kell még ahhoz, hogy valaki jó énekes, színpadi frontember legyen, a szerénység, úgyhogy René, én ennek nagyon örülök, hogy ez benned megvan. Sok minden megvan benned, ami én nagyon remélem, hogy a karrieredet és a pályára tekintve egy szép sikert generál majd. A végén pedig akkor hadd kérdezzem meg tőled, tanárként, színpadi emberként, előadóként, sikeres versenygyőztesként, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy valakiből aztán majd igazán jó énekes vagy énekes nő legyen? Szerintem az kell, hogy megtalálja mindenki a saját stílusát abban, amiben igazán jó, és ne erőltessen magára semmi olyat, ami neki nem áll jól. És én mindig azt mondom, hogy adjátok át az érzést. Tehát nem lehet csak úgy megtanulni egy számot, hogy nem gondolok bele, hogy ez a szám miről szól és mit akar mondani, mert szerintem akkor lesz valaki sikeres, amit el tudok mondani én a kis 28 évemmel, hogyha tényleg igaz, amit ő csinál, és igaz, ami mögötte van az a gondolat, vagy bármi. És mindig azt mondom, hogy a gyerekeimnek, és a diákjaimnak, hogy jó, üljünk le, fordítsuk le magyarra a számot, vagy nézzük meg a dalszövegét, hogy miről szól, és csak arra gondolj, miközben énekled. Ott már a színpadon nem kell a technikára figyelni, nem kell, mert azt órán átvesszük. Csak gondolj bele a jelentésébe, és azt, hogy mondjuk kinek címeznél ezt, vagy milyen emlékeit fűznek ehhez a dalhoz, és csak azon gondolkozz. És szerintem ez egy fontos momentum. Ez biztos, kedves televíziónézők. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Alsóvai Renátával beszélgettünk, aki a Gorzia Művészeti Szakgimnáziumban szeretettel várja az énekelni vágyókat, és mondjuk ki, nem akármilyen dolog tanulni tőled, ott lenni veled együtt, és ezt én tényleg mindenféle elfogultság nélkül mondhatom, arról meg nem is beszélve, hogy én nem az a generáció vagyok, aki feltétlen popzenén nőne fel, vagy popzenét hallgatott volna, de minden elismerésem a munkádat tekintve. Nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést. Én köszönöm. A kedves televízió nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Pontosan egy hét múlva várjuk Önöket így a televízió készülékek mellé. Addig is mindenkinek minden jót kívánok, viszontlátásra! A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.